Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió Völgységi Magazinját látják, én Vince Réka vagyok, mutatom, mivel készültünk. Rendőrség napja. Átadták az év rendőre díját Bonyhádon. Teszed, kismányokon odafigyelnek a környezetük tisztaságára. Készül a következő ciklusra, bemutatjuk Bartucz Mátét. Bonyhád város önkormányzata minden esztendőben az évrendőre kitüntető címet adományozza annak a rendőrnek, aki szolgálati alatt kimagasló teljesítmény nyújt. Idén Gyergyói Tamás alezredes vehette át az elismerést. Április 24-e Sárkányölő Szent György napja, aki a lovagok, a lovaskatonák, a fegyverkovácsok és a vándorlegények védőszentje volt. A modern világban Szent György a cserkészek és a rendőrök patrónusa. Ezen a jeles alkalomból tartják meg a rendőrség napját országszerte, amelyen átadják a kitüntető címeket is. Bonyhádon Filóné Ferenc Cibolya köszönte meg a rendőrség munkáját. Én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen jeles napon, egy ilyen kitüntetett napon több figyelem fordítódik egy külön egy szakmára, így az önökére ebből az alkalomból, akkor valami kapcsolódási pontot igyekszünk mindig keresni a sajátunk és az önök munkája között, és ezt nem volt nagyon nehéz megtalálni, hiszen az a kitartó és elhivatott munka, az a hivatás, ami az önök munkáját jellemzi, az gyakorlatilag egy városvezetőre is, meg egy városvezetésre is jellemző kell, hogy legyen, különben nem végeznénk jól a dolgunkat. És bízom benne, hogy egymás munkájáról azért alapvetően elmondható, hogy ezt így gondoljuk. Hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom azt, hogy állampolgárként mit gondolok arról, hogy mi a legfontosabb a rendőrségi munkában, akkor azt úgy tudom megfogalmazni, hogy önök nap mint nap azért dolgoznak, hogy mi biztonságban legyünk. És szerintem ez a legfontosabb, hogy ez a szó az utóbbi időben azt gondolom, hogy eléggé felértékelődött, és most a biztonság szó minden értelmét ide értem, de alapvetően a közbiztonság elsősorban az, ami a rendőrség feladata. Filóné Ferenc Cibolya polgármestertől az év bonyhádi rendőrének járó elismerést Gyergyói Tamás alezredes, a bonyhádi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője vehette át. Szolgálatait 2020 óta teljesíti a városban. Ez nem az én érdemem egyedül, valamennyi kollégáim, illetve az összes munkatársam érdeme az, hogy én megkaphattam ezt a kitüntetést tavaly napon. 51 fő van közvetlen az irányításom alatt, a teljes rendészeti szakterület, mindenfajta közlekedésrendészet, rendészet, bűnügy, minden, ami van, az a mi feladatunk itt jelen pillanatban, közbiztonság megteremtése, rendezvények biztosítása, általános rendőri feladatok végrehajtása. A rendőri munkám az elvilegben minden nap azzal kezdődik, hogy én is nagyon korán beérkezek. Reggel átnézem az elmúlt 24 órában keletkezett íratokat, áttanulmányozom azokat az intézkedéseket, a döntéseket, amit meg kell hozni, azt meghozom, és akkor a ügyrendnek megfelelően a különböző helyzeteket megpróbáljuk kezelni, illetve reagálunk azokra a dolgokra. Kollégák azokkal, ugye mivel ez egy kis kapitányság, nagyon barát, illetve tényleg kollégális a maga a csapat összetartás, megpróbálunk mindenre azonnal reagálni, tehát úgy gondolom ez a bonyhádi kapitányság egy igen jó légkörű és jó munkaerővel bíró szervezeti egység. Nagyon sok újdonsággal találkoztam, ugye mivel egy kisebb közösség a munkaterületén, eddig általában nagyobb kapitányságokon dolgoztam, de viszont minden dolognak az életben ennek is megvan a maga előnye, a maga hátránya. Én úgy gondolom, hogy egy kis közösségben sokkal jobban oda lehet figyelni egymásra, sokkal jobban lehet tenni egymásért, illetve azért a feladatért sokkal jobban oda lehet állni, amit szeretnénk végrehajtani. Budapesttel összehasonlítva a Bonyhádon, itt véletlenül kevesebb a maga az intézkedés akkor körülmény, viszont itt sokkal személyesebbek a kapcsolatok, sokkal kisebbek, már területék a város, illetve a település, az emberek közvetlenül fordulnak a rendőrökhöz. Budapesten például ott nagyon nagy a bűnügyi fertőzöttség, Bonyhádhoz képest ott inkább egy ilyen tucat termelés, illetve hát egy gyors reagálás kell ott is, csak nem ennyire személyes, mint itt. Elmondása szerint a rendőrség napján nem csak ő érdemel elismerést, hanem mindazok, akik szolgálataik során helyt állnak. A sok éve tartó Teszed akciók és más környezetvédelemre való felhívások megtették hatásukat. Kismányokon az emberek jobban odafigyelnek környezetük tisztaságára. Örömre ad okot, hogy évről évre kevesebb a felelhető szemét.
Kérésnék Véder Margittal, az önkéntes szemétszedés szervezőjével beszélgettünk a Kismányoki Művelődési Ház előtt, ahol az esemény gyülekezési pontja volt. A földnapja alkalmából 20-an vállaltak feladatot a lakóhelyük környezetének szépítéséért. 2011 óta van a Teszed akció, és mi, ha jól emlékszem, pár évre rá regisztráltunk, azóta is ott vagyunk, és figyeljük. Több alkalommal vettünk részt ezen az eseményen. Első alkalommal, ha jól emlékszem, akkor még a faluban jártunk körbe, a temető környéke, az árkokat tisztítottuk. Következő években a kiserdőnek nevezett, a Táncsics utca végén lévő kiserdőt szabadítottuk meg néhány zsák szeméttől. De jelenleg már az önkormányzat olyan szépen rendben tart és gondoskodik mindenről, hogy itt bent nekünk feladatunk már nem lesz. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Völgységpatakot fogjuk megtisztítani. A létszámtól függően fogunk elindulni, ha sikerül, akkor egy csapat Mányok felé, egy csapat Hidas felé. Ígéretünk van kis traktorral, szállításra is, úgyhogy bízunk benne, hogy eredményesek leszünk. Helyzet az, és látjuk is, hogy szemetelők mindig vannak. De nagyon örülnénk neki, hogyha csak egy sétát tennénk, és nem találnánk semmit. Általában a gyerekek, akik anyukákkal szívesen jönnek, és most talán az idő is a pártunkra áll, nem fog esni az eső, és este 7 óráig még virágosban meg tudjuk ezt oldani. A legutolsó alkalommal 2019-ben gyűjtöttünk, és akkor a falu elején hagytunk, ha jól emlékszem, 10-12 zsákkal, és akkor még olyan szemetet vagy hulladékot is szedtünk, ami most már nem gyűjthető, hanem hogyha esetleg találunk illegális szemétlerakó helyet, akkor azt meg majd jeleznünk kell. A depónál találkoztak a begyűjtött zsákokkal az önkéntes szemétszedők. Jó érzés volt látni a kicsik munkáját. Ők már nem fognak szemetelni, és jó hatással lesznek saját korosztályukra, majdan gyermekeikre. Ezért már mindenképp megérte. Bartucz Máté az időközi választáson lett Nagymányok polgármestere. Ismerjük meg közelebbről. Szekszárdon születtem 1985. decemberében, és egy tőzsgyökeres nagymányoki család első fiaként. Édesapám helyi vállalkozó, édesanyám nyugdíjas óvonő, aki a helyi óvodában dolgozott. 3 évvel később született egy öcsém, így ketten vagyunk fiúgyermekek a családban. Óvodai pályafutásom is Nagymányokon kezdődött és ért véget, majd a Nagymányoki Általános Iskolába kezdtem meg általános iskolai tanulmányaimat. Majd középiskolai tanulmányaimat a Dombovári Apáczai Csera János Szak középiskolába végeztem, műszaki informatika szakon.
ezután egy kicsit távolabb Kecskemétre kerültem főiskolára. Akkor még főiskola volt, most már Neumann János Egyetemnek hívják. Műszaki informatika szakon voltam ott is, és mérnök informatikus diplomát szereztem. Ezután elkezdtem dolgozni 2010-től az M6-os autópálya Bátaszéki üzemmérnökségén dolgoztam 6 éven keresztül. 2016-ban felmondtam, ekkor ismerkedtem meg jelenlegi feleségemmel, családi házat vásároltunk itt Nagymányokon, és annak a felújításán dolgoztam. 2018 tavaszán beköltöztünk közös otthonunkba, és ekkor kezdtem meg, bocsánat, akkor onnan folytatom, hogy 2018-ban költöztünk be családi házunkba, és ekkor kezdtem el dolgozni itt a Nagymányoki Önkormányzatnál műszaki ügyintéző pozícióban. Ezt egészen tavaly júniusig végeztem, ezt a munkakört. Majd az előző polgármester bejelentette lemondását, és indultam az időközi választásokon, ahol ellenfél hiányában könnyedén megnyertem a választást. Az általános iskolás barátokkal a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, sőt, ugye ezek gyerekkori barátságok is a mai napig tartanak. Általános iskolai tanárainkról, vagy tanáraimról is nagyon jó élményeim vannak, nagyon jó szívvel gondolok rájuk. Középiskolában azért kerültem Dombovára, mert itt volt műszaki informatikai szak, illetve még Szekszárdon néztem az első Béla gimnáziumot, és végül is ide vettek föl Dombovára, ezért erre esett a választás. Nagy dilemmában voltam, hogy hova menjek tovább tanulni. Abban már biztos voltam, hogy akkor az informatika irányt célzom meg, és szóba került a pécsi Pollák főiskola, illetve a kecskeméti főiskola, és elmentem nyílt napra, és a Kecskemét az nagyon megtetszett, mind az iskola, mind a város, és ezért odaadtam be a jelentkezésemet, és szerencsémre föl is vettek. A főiskola után egyből elkezdtem dolgozni az autópályán. Ott is egy barátom dolgozott, és mondta, hogy keresnek embert, ugyanis ez a szakasz, ez 2010-ben került átadásra, ami ugye az alagutakat is érinti, és ez a barátom, ő már ott volt az előkészületeknél is, és nyitás után néhány hónappal meghirdettek egy pozíciót, és akkor oda jelentkeztem, ahol felvételt is nyertem. Forgalomirányító diszpécser voltam, tulajdonképpen az alagutakat kellett figyelni, a bejelentéseket kezelni, az útellenőr munkáját koordinálni, és gyakorlatilag minden inger hozzánk érkezett be, és akkor azokat tovább kommunikálni, illetve kezelni és dokumentálni. Ezért mondtam föl, mert elég volt belőle. Tehát ez a folyamatos műszak hétvégén, ünnepekkor is kellett dolgozni, éjjel-nappal kellett dolgozni. Szép volt, jó volt, ennyi elég volt belőle. Én a 2019-es évi választásokon is megmérettettem már magam, ott második lettem, maradt a korábbi polgármester, és a polgármester tavaly április 1-én fölmondott, és akkor kiírták júniusban az időközi választást, hát nem is gondolkoztam rajta sokat, egyértelmű volt számomra, hogy nekem itt indulnom kell, és meg kell nyerni. És szerencsém volt, mert más nem indult, úgyhogy nem is kellett megmérettessem magam, de úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy fejlődjön a település, és gyakorlatilag jó visszajelzéseket is kapok. Ilyen kisméretű településen egy polgármesternek gyakorlatilag mindent kell csinálni. És abból látszik, hogy én a brigád munkáját is felügyelem, azért nagyobb településeken ez nem jellemző egy polgármesterre, de kis településeken én úgy gondolom, hogy a lakosság is igényli, hogy a polgármester az mindent is csináljon, ahogy mondani szokták.
2016-ban ismertem meg a feleségemet, 2018-ban költöztünk be a közös otthonunkba, 2019-ben házasodtam meg, akkor vettem feleségül, és 2020-ban született meg a nagyobbik fiunk Balázska, majd 2022. novemberében a kisebbik fiunk Ádám. Így alkotunk egy családot, tovább gyarapodni nem szeretnénk. Hobbira nem nagyon marad időm jelenlegi pozíciómban, de szeretünk a barátokkal lenni, közös sütésfőzéseket, kirándulásokat szervezni, meg néha kettesben is elmenni a feleségemmel, avagy négyesbe a családdal. Van a Balatonon egy időnk, oda szoktunk rendszeresen járni, de máshova is szívesen utazunk. Külföldre én annyira nem szeretek, a feleségem annál inkább szeretne, úgyhogy majd kompromisszumot kötünk, és úgy fogunk utazni. Én mindig nagyon szerettem nagymányokat, és ez a szerelem ez máig is tart. A településsel, a jövőbeni terveim pedig gyakorlatilag röviden szólva annyi lenne, hogy az emberek boldogok legyenek, és szeressenek nagymányokon élni, és ha megkérdezik őket, akkor azt mondják, hogy jó helyen élnek. Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!